Már évek óta hagyomány a városban, hogy a testület férfi tagjai együtt fát állítanak a főtéren a hatvani hölgyeknek. Szombat délután is így történt, a kivágott fát teherautóval szállították a Kossuth térre, ahol a férfiak nekiálltak feldíszíteni azt. Még a platón színes szalagokat kötöttek rá, ezután pedig közösen felállították azt a hármas út melletti területen. Minden évben májusfával köszöntjük a hatvani hölgyeket. Nyugodtan mondhatom, hogy most már ez hagyományá vált itt 60-ban, és a képviselőtestület férfi tagjaival nagy örömmel állítjuk, illetve díszítjük fel ezt a májusfát, és ezzel próbálunk minden hölgynek megaranyozni a napjait, ha fogalmazhatok így. De a lényeg, minden hölgy előtt a májusfával tisztelgünk 60-ban. A hagyomány szerint több jelentése is van a májfának. Annak idején tették ezt a közösségépítésért, a bő termésért, a szép lányok szívének elnyeréséért, de az újjáéledő tavaszt is így köszöntötték. A program részeként a hatvankodók néptánc együttes közreműködésével a jelenlévők körbetáncolták a város májfáját.